Sose felejtem, mert hogy szeptember eleje volt, elkezdtem lábazni, na mondom, most oda baszok neki, és lábtolóval kezdtem. 200, 300, 400, az összes tárcsa, az összes egykezes, az összes ember, mindenki felül. És nyomtam, vagy már előtte vagy két hétben éreztem, hogy itt a sípcsontomnak egy kicsit úgy pattog, a csont pattogott, mikor nyomtam. Hát de én sem vettem kormányi Béla, hát le van baszva, hát hadd pattogjon. És akkor lábtolóztam, egyszer csak éreztem, hogy még jobban elkezdett ilyen kis apró pattanások, és akkor mindenki egymás után eltört a lábom, és az volt a mákom, hogy oldalra kitört a lábom, a lábtoló leesett ide a lábom közé. És akkor így feltoltam magam a izébe, és akkor a haverém meg leugrottak a gépnek a tetejére, és dobálták le fel a tárcsákat. Mondom, basszátok, ne dobáljátok már, mert leveritek a falat. Na tudtam, hogy nekem kell megcsinálni. És akkor kérdezik, hogy mi van. Ám mondom, baszki, eltörtem mind a két lábom. Levettem a bandást, egyből folyt a vér mindenfelé, és akkor innentől mind a két lábom nyílt lábszártöréssel lógott. Nem volt egyszerű. Alig vártam, hogy kijöjjenek a mentők.